Sziasztok, itt újra ezt után. Folytatjuk a Phoenix Fire Is It Doing Justice For All-t. Tehát két részben volt az első nyomozás, most két részben jöhet az első per. Tehát ez lesz az első per első része. De ez elég iszonyú durva lesz. Március 22, 90, 47 perc. Negyedi bíróság. Vádott erőcsarnok. Hármas számú vádott erőcsarnok. Adrian tette? Úgy tűnik. Ez nem lehet. Az a nő nem tudna ilyet tenni. A mai napon de rengeteg bizonyíték terelődik rád. Bizony. És nagyon keményen fognak támadni téged. Ahogy mondtam tegnap. Én felfésülök, mint egy tavaszi szellő. És nem akarja semmilyen bűn ezt tönkretenni. Érve. Mia is ott lesz. Ja, még valami miért még indulunk. Hogy kit hogyan neveztem el? Phoenix Wright-ot úgy nevezem, hogy Ász ügyvéd. Mia Fate az Ász ügyvédnőnek. Marcy Churfett az Ász ügyésznek. Francisca Von Kahn az Ász ügyésznőnek. Tehát az Ász ügyvéd az Ász ügyvédnővel lesz. Hát felment is kéne megadni még ma. Tudom. Nem koncentrálhatok már a szituációjára jelenleg. Vagy a Pearl-ére. Arra kell koncentrálnom, hogy meggyerjem ezt az ügyet. A nap végén. Akkor indulom ezt. A rádióadó bevőn hívnak. It's right. Jó reggel, te. Ez az Mr. Ügyvéd. A per napja. Már ugye nincs baja. Hát. Amikor utána nézett, elég fáradt volt. Ne aggódj, emberek nem halnak meg ilyen könnyen. De amilyen koncentrálnod kell, az megjelni a mai pert. Grrrr. Meg kell nyerned a mai pert, és ezért ajándékot hozott nekem reggelre. És mi lenne az? Majd mindjárt rájössz, ahogy kinyílik az ajtót. Akár tetszik, akár nem. Várj! Letette. Ki volt az? Senki. Semmi köze ehhez. Március 22, 10 óra, négyedi bíróság, hármas számú tárgy. Láttátok ezt az előbbet? Az ügyészipadon nincs senki. A vád és a védelem készülne. A védelem igen. De a vád nincs sehol. Hogy mi történt Von Kármára? Hát azt nem tudni még. Hogy miért én mérges? A végrehajtó közli a bíróval. De én csöndben. Most közel egy rossz hét a végrehajtó. Hogy az ügyésznő reggel valaki rálőtt, egy fegyveres rálőtt. Mi? Valaki rálőtt. Hát bizony az azt jelenti, hogy valaki... Mi bizony megkönnyítette egy kicsit a dolgom.
Valahogy... Biztos ez volt az ajándék. Hát az ügyésznő... A több vádlók közé tartozik ebben az országban jelenleg, és hogyha eltűnik, az lenne az előnyöm. Szóval így akart előnyhöz juttatni, hogy rálő az ügyésznőre. Ugye el lehetetlenítse őt, hogy ide jusson. Hát nyilvánvalóan veszélyes is volt. Hát igen, őrültség. De viszont jár neki egy kis pofon azután, hogy durván leastorozott. Ő visszakapta, mit ő adott neki. De most jól van. Még életben van, és az állapota stabil. Figyeljetek! Egyről visszatér. Bíró, jelenlegi helyzetben Franciszka Vonkáma nem tud részt venni a mai peren. Ezért más egyről fogja átvenni a helyét. Ez így ezért a vád készen áll. Még mielőtt folytatnánk, mondanék is valamit. Hát azt tudjuk, hogy Mass Edgeworth elég intelligens, de meg kell elégedni ezzel, mert Franciszka munkája már rosszabb, mint ő. Miért? Mert durván leostoroz. Nem csak az intelligenciája miatt. Egy könyörtelen oroszlán szerintő. Mass Edgeworth viszont csak az ujját használja. És az intelligenciáját. Tehát átlagos ászügyésznek számít. Tehát most az ászügyész közli, hogy a jobb vállán lőtték le, és most éppen a sebészeten van, hogy kivegyék belőle azt a golyót. De utána nézett Matt Engard ügyének, és ismerős a részletek miatt. Úgyhogy ezért a vád készen áll arra, hogy bizonyítsa Matt Engard bűnét. Right? Megtalálta a választ, amit egy éve keresett. Mikor véget ér ez a per, majd tudni fogom a kérdésre a választ. Minden esetre még mielőtt folytatnánk, tehát egyszer végig fogja első és másik pert tartani, de az ügyésznő majd mint tanú fog ide jönni. Úgyhogy most jött az első szemtanú, Gumshoe detektív. Ezt nem kell mondani, hogy név is foglalkozás. Csak annyi változás van, hogy most még egy detektív. Közre, amiatt a szemét ügyésznő miatt, hogy le kell mondani a jelvényéről, mikor végén a pernek. Hogy nincs szükség depressziós tanúkra. Emel fel a fejed, és küzdj úgy, mint egy büszke zsaru. Ez kemény meccs, ez mindenképpen, de nem csak azért, mert ő itt van. Itt olyasmi fog
lenni, ami az AC Tourney-ben még nem volt. És még a Trials and Tribulations-ben sem fog megúszni. Mit is akartam még mondani? Ja, mivel zsarolnak engem, az annyit jelent, hogy ez elég indok arra, hogy mindent beleadjak, még akkor akár bűnös a vádat, akár nem. És hogyha valaki értékelhet, akkor azt történik, hogy minden áron tesz róla, hogy a per folytatódjon. A hősök hős egyszerre mondja, után történhetett a gyilkosság. A hotelszobában halt meg Juan Corrida. És meggyilkolták. Hát egy szokatlan dolog történt, mert üres volt az a gitáros doboz. De aztán rájöttek, hogy annak semmi köze a gitáros dobozhoz, azaz a gyilkossághoz. Hogy egyedül volt-e az áldozat a szobában? Igen. Az áldozat és a vádlott is a szobában volt. Kezd kérdés? Na, itt nem tiltakozhatok. Hold it! Nem, a készülés miatt halt meg. Hát itt a fotón látható az, hogy mindenki észreveszi. A bandánát. Hát ez van felkendő. Szóval... Szóval megfojtották. És aztán valaki leszúhatta késsel. Szóval itt van ez a boncolás jelentés. Szóval itt az áll, hogy megfojtották egy sállal, és aztán leszúrták egy késsel. Tehát és a időpontja 8-10-kor történt. Hold it! És miért gondolod ezt? Ez üres volt. A gitárod nélkül nem szokott sehová sem menni. És nem találták a bűtény helyszínését. Itt csak az áldozat új lenyomata van. Na, ez is hozzá kellett adni. Hold it! És mi győzött meg erről, hogy semmi köze ennek a gyilkossághoz? Hát nem volt a hotelben azon az estén. TV stúdióban volt. Hát valamiféle ügyben lehetett csak nála. Vagy talán elfelejtette? Igen, elfelejtette beletenni. Tehát még azelőtt üres volt, amikor miért bement a szobába.
Hát ennyit meg is lesz tudni. Tehát ami teljesen biztos, hogy megfojtottál. De ez a kés szarás bizony elég gyakos. Most kérdés az, hogy mert Engárdon miért adózhatták le? Mert vannak bizonyos okok rá. Most erről kéne olmás tennie. Engárd és Korida kemény rivások voltak. Van egy bizonyíték, és ez a Jamie Ninja gomb. És ez ki volt tépve. Engard hakamájába. És ki volt tépve, ninja kosztümjéből, és Engard hakamájában landolt. És sajnálatos módon vádlott ujjanyomata is ott volt a késén. És bizony, ja. Tehát a vállok magával vihette, és úgy gondolják, hogy ez szándékos gyilkosság lehetett. Csak úgy a látszat csal. Az áldozat félre is ott volt. Hát igen, elég pontosak a gyanúkkal szemben. De sajnos van némi hiba. Az ügyész elméletében, úgyhogy azt kell megtalálni. Van egy, benne egy érdekes lyuk. Hát próbálkozhat keményen, hogy vírő. De bizonyám eléggé felkészült. Ez nem fontos. Nem fontos. Nem fontos. Próbálkozunk. Hold it! Mikor találták meg? Elég hamar találták meg. Vállaljuk be, vagy ne? Van benne egy jéges lyuk. Ez. Amikor az van, hogy vagy Gatewater. Hát remélem, hogy nem kellett még több helyre kíváncsiskodni. Úgyhogy... OBJECTION! Várj egy kicsit. Mi az? Hogy nem vette azt a kést. Akkor most jól nézzük ezt a kést. Az van rá, hogy Gatewater. Hallotta ezt korábban. Az a neve a hotelnek. Oh, bizony.
Tehát a hotelhez tartozott az a kés. Ezzel próbálnám bizonyítani, hogy ez nem volt szándékos. Úgy tűnik, hogy ezzel nem mentem sokra. Hogy óvatlan vagyok. Mi? Akár szándékos volt, akár nem. Nyilvánvaló a dolog. És hogyan? Hát az emet abban rendben van, hogy ez hotel tulajdona. Egy sarok sem van, hogy ezt ne vegye észre. De ő nem tudta. De a kérdés az. Honnan volt ez a kés? Hogy akkor ugye szabályában volt? Nem. Az áldozat megette az utolsó kaját, mielőtt megölték. Úgyhogy mi volt a tálva, azt kell megnézni. Ott egy késő, és valami és villa van. De akkor nincs itt az a kés. A válasz voltak éppen, hogy itt lehetett az a kés. Szóval az a kés ott hiányzott. Ott is vizsgálták az új lenyomatot. De hát észrevették, hogy Engár kése eltűnt. Tehát amit vacsorára használt, az azt vihette magával. És miért látogatta volna meg a riválisát, hogy ő jön. És így próbálna bizonyítani, szándékos volt a gyilkosság. Hát igen, ez elég brilliáns. Nem mintha panaszkodnék. Szóval ezt régen kiderült. Igen, egyik volt a csapdáknak. Gyilkos vagy fel ujjlenyomattal és egy gomb. Az áldozat kosztümjéből. Hát ez igen, ez elég tökéletesen bebizonyítva, csak hogy egy hibát, csak hogy biztos, hogy kell lennie valahogy hibának. Hát időbocsikolást lenne folytatni. De sajnos kénytelenek vagyunk folytatni, ez baj a élete vesz. Most arra kér, hogy mutassak egy bizonyítékot, amit még nem láttunk. Szóval új bizonyítékra lesz szükség. És megmondhatom, hogy van nekem olyan. Ha itt most rossz választ adok, akkor beszoptuk. Hogy van valami? Igen. Egy bizonyíték, amit még látni kell. Tehát amire még nem volt szó. Nem véli úgy, hogy folytatni kell a pert. Éppen ezért
Hallottátok-e? Azt mondta, hogy egyesített is csak egyet. És ez mit... És azt mondta? Ő is azt akarná, hogy ne blöfföljek. Akkor most jól nézzétek meg. Tehát, hogyha... Vagyis meg kell mutatnom a jó bizonyítékot, különben beszopom. Látjátok ezt? Ha ilyesmi történik, egy életem van. Tehát ilyen nem fordult el az Ace Attorney-ben. De a Justice War-ban kétszer fog ez előfordulni, hogy csak egy életem van. Egy életem van, tehát ez úgy hívnám full penalty. Jó választ kell adnom, különben beszoptam. És mert engálló bűnösnek ítéljük. És mi lenne az a bizonyíték? Az itt van. Take that! Igen. Ez volna a boros üveg. És itt látható az, hogy rendetlenség van a bűtény helyszínén. A váza eltört. Viszont ez a bolos üveg nem tört össze. És nincs megérintve. Tehát az nem esett le. Tehát ez is gyanús. Tehát emiatt kell folytatni. Jó, mivel most jól választottam, a következők már kis büntetők lesznek. Tehát azt a full penaltyt, amit láthattatok, azt még a Trials and Tribulations-ben sem fogom megúszni. Na, akkor is csak egy életem lesz, de az utoljára. Mit te akartok mondani? Egy kutya szemben nézzük rá. A vélemény. Hát nincs szüksége véleményre. Hogy az nem jelent semmit. Tessék? Hát arról is tudomást szerzett már, hogy a bűtény után de lehetett ott az üveg. Tehát Adrian Andrews fedezte fel. És eléggé sokkolhatta. És ezért letette azt az üveget gondolkodás nélkül. Igen, ez lehetséges. Hát, menjünk a There's No Way-en. Ha gyenge leszek, akkor vége a pernek. Ha figyeljetek, bizonyítékot később. De bizony kell az ösztönében. Védelem szedi kívni a vált elméletét. Lennék látni valami bizonyítékot, hogy Andrews volt az, aki letette azt a asztalra. Hát nem mondaná semmit, ha csak nincs van bizonyíték, ami támogatja ezt. Mi?
Hát nem gondolkozom keményen. Hát ezt is figyelembe vette ezek szerint. Akkor... Szóval arra is van új lenyomat. És kinek az új lenyomata? Adrian Andrews új lenyomata van rajta. Mi? Na most már ez is hozzáadott. Szóval új lenyomata is tudja ezt bizonyítani. Hát ez még egy csapda. Tehát tartotta azt a üveget, amikor be akart nézni Koridánhoz. És amikor át a ótestet, hát levénult, így tette rá ide. Hát ez teljesen érthető. Hát úgy tűnik minden figyelme veszem, még akkor is, hogyha... Az ügyésznő nem hagyta, hogy Jay itt legyen. Már rengeteget nyomozott az esetben, hogy mit jelent az a szó, hogy ügyészet. És már meg fogja mutatni azt a választ, amit felfedezett. Egy pillanat. Elég bizonyíték az összegyűjtőt, hogy ítéletet hozzon. De most, hogy megmutattam azt a üveges bizonyítékot, ezért még nem érhet véget. Per, ezért a vád új szemtanút akar meghallgatni a bíróságon. És két. Az öreg nyanyát. Most jól fogunk kacogni. Ja, és még valami miért folytatjuk. Mi annak a logikus magyarázat, hogy egy csinálat így kellett, hogy hát lennie. Mert a Samurai peren, de már volt az Ace Attorney harmadik epizódjában, és ez is egy szamurájos per. Ez a szamurájos pernek a fináléja. Hát egyértelmű, hogy egy csinálatnak így kellett lennie. Gacsa! Másodszor kell meghallgatni az öreg gyógyát, aki túlságos. Másodszor nem esod ügyészbe. Ha tudnátok, hogy az animében hogy viselkedett, ajánlom azt is megnézni. Hát viszont elég ideges, amikor látja őt. Egy simoly. Hogy éve nem látta. Egy boldognak kéne lenni, hogy látja. Látta a riportot a valomásában, de ki tudta, hogy ki lesz a sisak mögött. A gonosz boszorkány. Most elmondja, amit el kéne mondani. Mindent elmond, az biztos. Még azt is elmondja, amit nem kéne. Ez a borzalmas bűn. De ami tudni kell, az a borzalmas bűn.
Bicsi, bicsi! Bicsi, bicsi! Kérjük! Mindenhol van koszomban. De az így ezt azt akarja, hogy zavarja meg. Most jöhet akkor valamás. És mivel kezdje? Mert ti kedvenc elogója Juan. Hát nem oda semmilyen jót Engádról, mint hogy mondott Huáról. Hát nincs semmi érdekessége olyan kis kölyök miatt, mint ő. És csak akkor Juan Corinda miatt van érdekessége. Na, muszáj még én azt sem mondani. Egy csipó! Hozzom egy csipó! Egy csipó! Az még vicces. Hogy mit látott? Van valami érdekesség, amit ki akar deríteni. Szóval figyelte Juan Corinda szobáját. Őt egy valaki jött ki Juan szobájából. És az biztosan van Engard. Biztos abban, hogy ő a gyilkos. Jöhet a kereszkedés. Nem fontos. Hát bizonyíték biztosan nem adódik hozzá, azt tudom. Hold it! Látod a klienset? Biztos vagy benne? Tényleg? De sáfron. Ja igen, nem szabadod bizonyítékot mutatni. Hát, ami a kérdésködik én. Ez a személynek a ruhája. De ez bizony fontos. Milyen összefogó? Hogy van... Hogy versenykobában volt. Szóval ilyen fajtában.
Ez is fontos-e? Igen. Hát akkor most tudni, meg kell mondani, hogy melyik valamással fontos. Hogy nem látja? Hát amit a kabátra mondott, abban van valami gyanús. Ajajajajajaj. Ja, már tudom! Szerintem ezt kéne megmutatni. Úgyhogy... OBJECTION! It's all that. Hogy ne mondjam a nevem! Oké. Tudod mi ez? Ez nincs a kosztüméből van. Ez a gomb. Hogy adja ide. Akkor a bőtöti. Az elmúltással ottól van, hogy ez a Nikkei számúráj Hakamájában volt megtalálva az a gomb. Hiszen ő a Jangard a Nikkei számúráj. Tanul. Nem azt mondtad, hogy a vádlott ugye verseny kabátját használtad? Meg én gyorsan beszél. Rádet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 
Bizony a szamuráként láthatta őt. De azt mondja, hogy Engard és a szamurá ugyanaz. És fontos ez? Jó, hogy fontos. Akkor jött a második. Kit látott? Már emlékszik. Igen, szamurát láttam. Az utolsó ceremóniára kellett elmennie a bünték után. Hát szamar köztüve lehetett, amikor leszúrta Juant. Tudta. Tudta, hogy a kosztümben lesz. Majd valami lehetséges. Hogy nem lehet más. Csak tudja. Ez igazad, de sajnos még nem igazán, de jött el a mindenre. Úgyhogy a látszatsal.
Vessem be a bizonyítékot, vagy ne? Már csak a harmadik vallomás. Háj, kezdjük egy holdittal. Szóval az a murát látta. Egy bedolgó... Mi a tő között? Hát van jelbódás, csak kés mit jelent? Jó, van, bevetem. Most is... OBJECTION! Akkor ezt nézzük meg. Hogy megijesznék vele? Nem is erről van szó. Igen, ez is lenne a gyilkos végül. Miért fontos ez? Hát ez újra nyitott. Hogy ide vezettünk? Ha enkelt szomorú kosztümében volt a gyilkosság napján, akkor az lehetetlen, hogy az új nyomatai ott lennének a későn. Eltüntette volna az új nyomatokat? A szamuráj bizonyára kesztyűt is felvetett. De... Hogy felvet... Lehet, hogy levette a kesztyűket, többet leszúrta. OBJECTION! És miért tenne ilyet? Ott hagyni újra nyomatokat a gyilkos fegyverén? Hát az nem lehetett. De van még egy lehetséges. Akkor és mi lenne az? Hát olyat is mondott, hogy nem volt szándéka gyilkolni. Talán vele csak beszélgetni akarta, nem? És azért vethette el azt a kesztyűt. De akkor is ott van a gyilkosság. De rossz vér volt köztük. Igen, hallott róla. Hogy mit szólok erre? Hogy volt valami probléma ezzel? Hát igen, majd egy elmondás. És miért beszélek? Hát, tegyük fel, hogy Engard volt a gyilkos. Ez esetben... Akkor az lehetetlen, hogy az áldozószobájába mehetett volna a gyilkos szándék nélkül. Miért egy mutassuk meg ezt? Say that! Hát Engard használta ezt vacsorakor. Tehát, hogyha a kliens egy gyilkos... Akkor magába vihette. De ha nem átszállik a kába, akkor minek hozta magába a kést? Nem hoztam volna magába. Hát...
Hát így még valami. Tehát a gyilkos felvette a kosztümöt gyilkosának. Tehát kettő gyomok lehettek volna későn. Tehát a válasz úgy lenyolta, nem lehetett volna ottan. És még valami lecsés. Bizonyára valaki hamisíthatta azt a bizonyítékot. És igaz gyilkos, miért tette volna ezt? És hamisan megvádolja, mert engárdod. Objection! Most szeretném tudomást arról, hogy a tanú látta Mikkel Samuel kosztümet. Hát akkor nem lehet semmilyen egyszerű ujjanyomata a késén. Szemtanúk! Úgy tűnik, megnézítettem az életedet. Hogy is látom, hogy nem látom a szamulájt. Hát nem a Niket Szamulát vártam. Akkor kit vártál? Hát a titok számára. Hát volt érzése, akkor gyártam. Amatőr! Győ! Talán más valakit várt, igen. És kit várt voltak éppen? Adrian Andrews. Take that! Engard menedzser. És ment volna a százott szobájába. Vagy egy érdekes szóbeszéd róla. Szóval is tud róla. Szóval, ott van egy olyan, hogy A-A. Ez bizonyára érzé Andrew szeretett. Hát ne rossz érzése van. Van ilyen információ, és ne a szuper titkos számára. Szóval a titokban nyomozott egy kicsit. Magának nyomozott. Nem szívesen tenni ezt, de... de nem adjuk a figyelmet kívül. Azért a titkos információ. A titkos információ. Igen, hogy nagyon gonosz ember Engard. Azt hitte, hogy megúszhatja Juan ellen elkövetett bűnét.
A menedzsereit küldte, hogy közel keresen Juanhoz. De ő akcióba lépett. De ez szupertitkos, és senki nem fedezheti fel. Hát senki sincs a pályákon felett. Mert ez az Adrian Andrewson. Már utána néztek. Hát, de értem pályákon. Beteg akarata lehetett az ánzolatban. Meg kell semmisíteni ezt a szóbeszédet mindenkor. Hát elég magabiztos lehet. Jó mesélet engáldott, az biztos, de ezt én mégis értem. Hold it! Várj! Hogy elfoglalt? Titkos információt senki sem tud. Akkor honnan tudod ezt a titkos információt? Ez így pro? Hát még hogyha belefúrna egy lyukat az agyába, akkor sem dejteni ki. Honnan szerezhette? Mutassunk bizonyítékot. Ha nem tudja senki, akkor meg kell honnan tudod. Hát miért ne nézzék rá? Aztán tudom, hogyan dejtettük ki. Ezzel. Take that! Lotta Harp. Jelentette, hogy elvesztette egy jegyzetet, amit magának írt. Hát bizonyosan írhatott valamit, ami közel lehetett az áldozathoz is, Andrew. Biztosan volt valami kapcsolatos. Mennyeletes ötlet. Akkor minden, amit írta ez a papírhoz, az egy jelentéktelen. Ez az a jegyzet. De ez más. Ez a titkos lista arra, hogy mit vesz. Hát ez megküldjött. Szóval ővé, ő lopatta el azt a jegyzetet. Tehát ő Juan rajongója. Ez... Oda rúgolja. De hát... Andrews dolgozott annak a... Engárdnak, ő mondta, hogy ez oda rúgolja. Hát még boldog volt és mosolygott, mint egy buta kacsa. Ő figyelte, hogy... mit írt. Egy csipó, hogy szállok ki.
Csak próbált segíteni, mint egy angyal. De Mars nem vitt magával. Úgyhogy sajtos elbánja. Mindegy, ez nem is érdekes. Hát akkor ezt figyelme kívül hagyhatjuk. Mert kérem, most el is jó faszt. Most több nyomást kell tenni különne Eus a picsába. Azt mondod, hogy csak az ezetet loptad el, ugye? Megmentette ezt a papírt, borzalmas egyedül napokra. Hazudsz, és én be tudom bizonyítani. Nem hiszem, hogy csak azt lopta, de itt a kérdés a válasz. Take that! Az egyet a kamerában volt. Szóval ez egy drága kamera volt. Amit elvihetett. De ha nála van egyet, akkor kamera is. Igen, de rátaláltam. Erre gondolsz? Hát még akkor sem, de. Még mindig ezek érted, mint te. És szerelmes, és kérjetek kölcsönnél valamit az emberektől. Látta a nőbiznisz kártyáját, és akkor vette észre. Na, ezt nehezenítem ezt a kamerás nyelvet. Hát, biztonsági okként az a dolga, hogy figyelje azokat a kamerák képeket. Akkor figyelj meg azt a fotót. Ezt kell még kivizsgálni. Lássuk, mi van itt. Hát van itt egy fotó, ami fontos ez az ügyhöz. Ez. Hát... Na, itt kell valamiféle elmondást találni. Tehát már fotóztal, hogy az a... Mi készen orrán. Ez szerint azt talán nem hoztott. De van furcsa van ebben a képben. De az nem bizonyítja, hogy az vádat volt, viszont Engel azt mondta, egy gyilkosság napján szamuráj kosztümben volt. Tehát akkor a Nikkei szamuráj akkor is vádló kéne legyen, de sajnos látszott csak. Hát minden bizonyítik, hogy megvizsgáltak, csak hogy egyike van egy probléma. Ez cáfolhatatlan bizonyíték a pénzsele. Hogyha tényleg cáfolhatatlan, akkor beszoktuk. De ha tiltakozom, akkor én is elbasszom, akkor már élete bánja.
Tehát nem követhetek el még egy hibát. Valami furcsaság van benne. Hát sejtette, hogy ezt fogom mondani. Hát az is az, mondja, hogy nincsen fura. Nézzük meg jobban azt a fotót. Ha van valami hiba ezzel kapcsolatban, akkor megint egyesét ad. Akkor kell, hogy valami hibát találjak. Látjátok, már megint az egyéret. Ilyen, ilyesmi akkor szokott előfordulni, amikor a vádom extrém súlyos. Hát ez az egyike azoknak. Úgyhogy megint egy életem van, de hogyha ezt megcsinálom, akkor már nem lesz még egyszer egy életem. Csak akkor, hogyha túl sokat hibázok. A hiba pontosan a lábon van. Úgyhogy te idát! Mert az jelent valamit, hogyha ilyen, hogyha a ruhája pontosan így néz. Miért? Mert a lábom már bebizonyosodott, hogy az nem lehet a vádlott. Miért? Hát most nézzük meg jól a posztert. Akkor jól meg kell nézni a hakamáját. Látjátok? A hakamáján alatt látszik a zokni. Viszont ennél a fotónál nem látszik se a zokni, se a cipő. Bárki is volt a Nikkei Samurájnál, az bizonyára úgy orta a hakamát, hogy sétált. Egy magyarázat van erre. Az ember a kosztüm alatt alacsonyabb, mint a vádlott. Na jó, így kell jól gondolkozni. De van egy fura. Egy nyugodt. Hát hagyja, hogy folytatódjon a per. Hát nem érzi, hogy támadják. Akkor nem érhet semmiféle sebzést. És most mi következik ebből? Ha az nem engad, akkor minden, amit a vált próbált bizonyítani, az jelentéktelen. Hát gondolta, hogy ez bekövetkezik. Mi? Most kérdezni akar valamit. Hát most ezzel bizonyítottam, hogy nem lehet megállt. Ez esetben... Ki van a szamurái kosztümjében? Igen, ez egyszerű.
Hogy miért olyan nyugodt? Na, látjátok, most már... Most így már három életem van. Az az egyetes dolgok mindig egyszerűen súlyos esetekben történik. Volt olyan is, hogy nagyon súlyos eset. Ettől akkor már bizony, hogy a három életem van, vagy kettő. Hogy ki van rajta? Erre is egyszerű a válasz. Adrian Andrews. És miért? Azért, mert alacsonyabb, mint a vádlott. És Engel szobájában könnyedén be tudjuk. És vasarán is volt Engel az estén. Tehát ő juthatott hozzá az a kísérc Engelt ulenyoltába. Ami gyilkos, hogy ilyenek számít. Hogy mit mondjak, mit akarok. Ez utolsó esélye. Szóval most kénytelen vagyok meggyorsítani Andrews-t, hogy ő vádolta meg a vádlottat hamisan. A saját menedzsere volt Nikkei Samurai ellen. Itt most érdekessé vált ez a Paperman, mondtam, hogy Adrian Andrews lehetett Nikkei Samurai a kosztümben. Éppen ezért még nem tud ítéletet hozni. De van egy kis gond. Ha Adrian Andrews ideidézik tanúként, akkor már a következő napra akarják használni a tárgyalást. És a probléma az, ha nem szerezzük meg azt az ítéletet, akkor majának annyi. Muszáj tiltakoznom. Objection! Folytatnod kell a tárgyalást, míg ma meg kell hoznom az ítéletet. De nem teheti. Ha csak... Az ügyész nem ragaszkodik hozzá. Gyűlöli az időpocsékolást. Szóval ő is azt akarja, hogy folytatódjon a napját. Tehát, hogy legyen egy második rész. Hát alábecsüli a bíró. Szóval az, hogy ideidézni Andrews-t, az a terv szerint, még hogyha rád elég lassú, hogy gondoskodjon erről. Szóval az ügyészi előcsalanokban van. Ő a következő tanú. Szóval ő maga idézte ide. Még az előtt, hogy miért még azt mondtam volna, hogy mi küldjük ide. Szóval tudomást szerzett arra, hogy nem. Most tud, hogy nem fogom figyelmen kívül hagyni a menedzserét, tehát így ezért ide idézte. Akkor így már meg lehet győzni. A
Addig és 10 perc szünet következik. Folytatjuk. Jó van. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornám, vagy csomatok egy lájkot. És legközelebb a más... Andrew Svaldo mását fogjuk kialakítani.